Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásomban ismételten eléggé érdekes, illetve nagyon is sport témájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Gunjou no Fanfare. A Gunjou no Fanfare műfaj tekintve a sport és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk egyes egyedül anime formájában jelent meg Kato Minato rendező és forgatókönyvíró által, aki 2022 áprilisa és júniusa között 13 rész formájában jelentette meg a művét. Történetünk az egykori idol fiúval, Arimura Yu-val veszi kezdetét, aki hosszú évek után hagyja ott a szórakoztatóipart, és vált a lóversenyzésre, hogy ezáltal zsokévá válhasson. Azonban döntését viták és kétségek is követik, melyek időről időre megingatják az ifjú szívét. Ám elhatározása töretlen marad, és legújabb szenvedélye iránti izgalmának is köszönhetően fokozatosan barátkozik össze új osztálytársaival, többek közt a cserediákkal Amanival és a páratlan érzékkel megáldott Shunnal. Azonban lassan maguk is megértik a lóverseny világának kegyetlen oldalát s a verejáró megterheltséget, amit leküzdve mindannyian megtalálhatják helyüket ebben a varázslatos világban. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számtalan kivál fordulatot és drámai jelenetet is tartalmazott. Tetszetősek voltak az olyan mellékszereplők is, mint Aki, Kota, Hayato, Eri és Sojiro, valamint az istáló mesterek is, akik mind egytől egyig szélesíteni tudták a sztorit. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Gunjou no Fanfare egy 10/7-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!